Na, hát mindenkit szeretettel köszöntök, aki itt van. És soha, amit csinálunk, azt nem mások kedvéért csináljuk a szelágon, hanem saját magunk örömére. Tehát magunk örömére választottuk ezt a halszínészeti ágat, amikor én találkoztam vele, 18 éves voltam, és az volt a cím, hogy kisülnek a nagyvilágból. És akkor ott a japán mester nyilatkozott, hogy ez a harcművészet, ahol a barátokat gyűjtöd, és nem az ellenségeket, az igazi célom maguk legyőzése, és meg kell értetni a támadóval, hogy semmi értelme ennek a fajta küzdelemnek, és az univerzum gyermekei vagyunk. Na most, mikor ezt mondta, akkor itt a városban élő gyerekként kinyílt előttem az egész világ, hogy hoppa, tényleg, hát én milyen kicsiben gondolkoztam, hogy itt a környezetben, de valójában hát az univerzum is, van ez az ország, de hát tényleg, hát ez, nem ez az egész, hanem egy óriási dologról van szó. És a legfőképp az volt, hogy ebben a harcművészeti ágban barátokat gyűjthetek. Hát mondjuk az ellenség az jön magától, ugye, mert hülye ember az, aki a ellenségeket gyűjti. És én versenysportoltam, és ott mindig pontozással, ha nem ütöttem le valakit, ez a box volt, akkor pontozással volt, hiába győztem, akkor más hozta ki. És akkor itt azt mondtam, hát ez kell nekem, hát itt nincs bíró, itt nincs. Ja? Aztán játszott éven, akkoriban általában összeverekedtünk, lányok miatt a kakaskodás, de abból mindig utána barátság jött ki, mert ugye így mentek ezek a dolgok. És Magyarországon akkor még nem volt aikido, és elmentem jelentkezni, és mondták, hogy előbb judoznom kell, meg hát most karate is van, és aztán majd lesz aikido. És akkor az lesz, hogy egy idő után, egy bizonyos idő után, nem is tudom, hogy mennyit tettem, egy pár évet, nem lehetett behozni semmit, milyen tiltott volt mindenféle szakkönyv. Karatéból lájként minden, ami harcművészettel volt, az tiltott volt. És egy véletlen voltál, a sors úgy akarta, hogy lett egy ismerősöm, aki kettős állampolgár volt, és kintről behozott egy Koichi Tohei nevű könyvet, lefordítottam, és mondtam a judo mesteremnek, hogy ugye már eleget vártam meg az aikidóra, és rengeteg olyan technika van különben a judóban, ami a másik lendületét használja ki. Végül is a judóban a Jigoro Kano mester mondta, hogy az aikido tökéletes judó. És mivel volt egy ismeretünk, ezen indultunk és már gyakoroltunk, és elkezdtünk aikido-képzéseket tartani, külön kezdtünk foglalkozni, és akkor ez a könyvet, mikor lefordítottam és beszereztünk, akkor elkezdtünk a könyvből próbálni ellesni a kockákon. De viszont itt jött a turbi, hogy természetesen úgy fotóznak, hogy a lényeg kimarad, de azt az előző tudás ismereteinkkel letettük. És szó szerint aikidoztunk, de főleg dobás lendületekből volt, mert ezek feleltek meg az aikidónak az ellentámadás művészetének. Rengetegen fordítanak le aikidóról könyvet, és az a probléma, hogy franciáról, japánról franciára, vagy japánról angolra, és ez megint más. Tehát sok más eltekert dolog van, és én azt mondanám, hogy a tapasztalatok alapján az ellentámadás művészete, ez sokan kicsavarják félreérteni, én meg azt mondom, hogy az együttműködés művészete, és akkor a Dószenszer, az alapító mondta, hogy keresd az ellenfél gyenge pontját. Ez a meghatározó elv és az aikido önvédelem. Sajnos sokan a saját kedvük szerint értelmezik, mert esetleg egyszerűen. Olyan nincs, hogy az én aikidóm. Mert sokan mondják, ez az én aikidóm. Nem. Az aikidó te a saját testeddel, a saját milliódből, honnan jöttél, próbálod értelmezni abban a kultúrában, ahol vagy, beéleszteni, elsajátítani. De az nem a tiéd. Az nem. Mindenki tanuló, én úgy hívom magam, hogy tanulmányozom az aikidót, a harcművészeteket, mert a harcművészetek az egy. Mindent, hogy karakterizünk, akkor így mondjuk üsz vagy rusz, dobsz, leszorítasz, stb. Most az aikidó megvan, az állóharc, a földharc, rengeteg technika van,
és megvannak a tradicionális fegyverek, a szamurájk, az egyébnek, meg a lányának a gyakorlatai, és ezért nem válik verseny, és nem is verseny, mert ahol verseny van, konfliktus van, ki győzzen a másikkal szemben, és konfliktus. Az aikido ezért nem verseny. De érdekes, hogy minden mozdulatnál verseny van. Kiér oda időbe, hogy tudják kapcsolódni az ő lendülethez és az ő gondolatához. Mert az ugye nem más, mint egy gondolat. Na, a gondolat megelőzi a mozgást. Először gondolsz, aztán cselekszel, és a másik, a legmagasabb szint már, mikor semmi más ez, mint egy légzés. És ez azt jelenti, hogy sikerült bármelyik ellenféllel vagy támadóval szemben megtalálnod rögtön az összhangot és vinni el. Mivel folyamatos mozgásba kerülsz, és folyamatos légzésbe kerülsz, egy támadás, egy légzés, egy belégzés, egy kilégzés. Ő is egy légzés és egy kilégzés. Már ez is egy időzített valami, és egy egyensúlyt teremt a két ember közt. Ha így gyakorolsz, akkor valójában a folyamatosság miatt, a mozgás miatt energia jön létre, vagyis a körülötted lévő aura megváltozik, az övétől kapsz és nyersz, és ez az egész energia kisugárzás, ez abrazni növekszik. De valójában a megfelelő légzés összhang és a mozgással termelődik energia. Most sokan úgy gondolják, hogy fölöttünk van ez a gravitációs erő, és erről ennyi. Hát, hogy nehogy elszállunk, stb. Amúgy sem jó valaki elszáll magától. Na mindegy, az a lényeg, hogy ebben a gravitációs erőben sok-sok fajta feladat van, energia, nem csak az, hogy a Földön tartson. Mert itt jön az a dolog, hogy az ember valójában benne van ebben az energia vonalban, ami ráhelyezkedik az ő tömegére. A térdés, a más, a térdés, térdés, térdés. És ebben ez átvegy rajtad. Most ebben úgy kell gondolkodni, hogy most is, hogy itt vagyok, így halad át rajta. És hát kiegyenítődök, a központodon halad át rajtad, mert arányosan minden, hogyha így mozdulok, akkor ő velem együtt mozog. Vagy úgy néz ki, mintha benne lennék egy ilyen puha anyagban, ami velem mozog állandóan, és ugye nem látszik. Mi szemünk által nem látszik, de valójában a levegő az egy sűrű valami, ami például, hogy a hegyekbe mész, akkor ott tisztában sűrűnnek érzed. Ezek szerint sokkal jobb, kellemesebb, és azért is vágyik az ember a jó levegőre, azért vágyik mindenhol, vagy a tenger, ahogy jön a szél. Hogy mikor az a levegőn keresztül tisztulsz, a levegőn keresztül cserélsz. Ugyanúgy, mintha elmész a termálvízbe, a bőrön keresztül cserélődik és méregtelenítesz, azért esik jól. Feloldja az izmokba lévő salakokat, stb. Lazában jössz ki. A pályadalomnál, ahol nincs olyan kemény, és ott eloszlatja azokat a csomókat, és akkor mindjárt jobb lesz. Na most ennek az egészét kell gondolni, hogy mi ebben az egészben vagyunk. Nem csak itt és a gravitációt tartom, hanem egy vonalban vagyok, egy folyamatban, alattam van a plazma, fölöttem az ég, és ebben az egész térben vagyok. És körültem. Genetikailag mindenki más testet hoz, amit ki tud sugározni, és körülbelül akkora az ő aurája, amit az őt vesz körülbelül. Ez teljesen egyéni. Ugyanúgy, mint hogy én nézem azt, hogy valaki például itt a tájcsiba, nem a kárára mondom, de valójában a kára, együtt mozog 20 ember. De 20 különböző tüdőkapacitású ember, annak nem megfelelő ugyan a mozgás, mint a másiknak. Most ha 20 ember önállóan független tárcsizik, azt mondom, igen. Mert egész más a légzés technikája. Neked a te térfogatod, a szőlőpercszeren elhelyezkedő tüdő lebenyeget, mint a másiké. És ezért akkor mozogsz nyugodtan és harmonikusan, összhangban körülötted lévő dolgokba is illeszkedsz, hogyha a saját testednek megfelelően tudsz mozogni, és lelkileg is kifejezed magad, szellemileg is. Egész más az én kiterjesztésem, egész más a Tamási, a János és a Tér.
Így, hogy nekem együtt kell mozogni 20 másik emberrel direktbe, ez nekem kényszer. De hogyha egyforma, hogy hívják ezt, klónozott 20 ember van, akkor én. Mert egyforma a kapacitás. Ennyi, amit... Tehát az egyéni gyakorlás, hogyha valaki úgy gyakorolja, akkor érzi jól magát, és boldog a társadalom. Ezt tudti? Ezt tudti? Jó, tehát azt szeretném mondani, hogy most mindenkit kérek, hogy nyisson ki, mert próbálok olyankat mondani, mert nekik is ugye, más megközelítés. El kell felejteni mindent, és ki kell nyitni. Ez azt jelenti, csak megint hasonlítani tudok, hogy azt mondja a kínai, hogy yin-yang. A japán harcművészetben nincs bontás, ugyanis minden összefügg. Nem lehet a csont, nem mozog, ha nincsen izomzat. Az izomzat és a csont nincs, ha nincs keringés. Nem, ha nem nincs szívem, akkor az egész ugye nem. És ha nincs lelkem, ami együtt össze van, akkor egyik sincs meg a másik nélkül. Tehát nem is beszélünk külön dolgokról, hanem egyben gondolkodunk mindenről. És ez meg kell, hogy jelenjen a mozgásodban. Soha nem a kezünk csak a lábunk mozog, hanem az egész testünk mozog, és próbál kapcsolódni az úgynevezett partnerhez, akin támadóként szerepel, és hogy a védő is az, és mindig cseréljük a támadás védő szerepet, épp azért, mert egymás testével gyakorlunk, és egymást segítjük, hogy eljussunk valójában a cél, a önmagunk legyőzése, és nem másoknak a legyőzése. Vagyis ez egy életforma. A mesterem azt mondta, hogy a gyakorlásnak nem a tatamin, hanem az életben kell megmutatkoznia, hogy hogyan, amiket tanultál, hogyan tudod megvalósítani az életben. Tehát nem vagyunk más emberek. Hát bejövünk, meghajlunk, átöltözünk, és akkor itt próbálunk kérnek lenni. Kimegyünk, elfelejtjük, berakjuk az ezőszutat, puk, megyünk haza, és akkor vagyunk, akik vagyunk, ugye, ez egy nagyon divat, hogy vagyok, aki vagyok, mennyit tudok. Ja? Tehát nem. Nem változunk. Ugyanazok az emberek kell, hogy legyünk, mikor kimegyünk, és akkor bejövünk. A másik érdekes, hogy az összes versenysport, harcművészet, minden más mozgás, az egyén harmóniára törekszik. Épp test, szép lélek, többi az nem érdekel. Aha. Az nagy rende van, hogy hatalmas az ego, meg minden, de akkor mindig szemben állsz mindenkivel. Az Aikido azt mondja, és azért a legmodernabb japán harcművészet, hogy kevés az, hogy te a saját harmóniára törekszel, ami különben egy folyamat, soha nem áll le, minden nap törekedni kell a harmóniára, hanem törekedni kell a világgal, a körülted lévő világgal és a harmóniával. És ez nem mindegy. Ez egy nagyon nagy különbség, hogy vagy csak én rólam szól, vagy az egész világ és körülöttem, és stb. A másik, az alap el, hogy én nem vagyok tökéletes. Te sem vagy tökéletes. És ezért el kell fogadni a jót és a rossz. De ha törekedni kell arra, hogy próbálják jó lenni. Mi az a jó? Nem amit most a pápa mond, hanem az ember magával hoz, a génjeiben egy általános jót és rosszat. Mindenki tudja, a kicipici gyerek, még nem is tanítottad és már így néz ott, tudja, hogy rosszat tesz, vagy éppen büszke, mert is szaladod, hogy neked örömet akar hozni. De bennünk van. Bennünk van ez a dolog. Ja? És nem könnyű feladat megvalósítani. És ugyanis egy idő után, mivel te erre törekszel és ebben élsz, a körülötted világ abszolút más. De nem szabad feladni és nem adjuk föl, mert a környezető világ ugye egészen máson gondolkozik, meghatározza főleg nem a törekvés a harmónián, hanem ellene. Nem vele, hanem ellene. Aki nem velem, ellenem, stb. Elvek alapján működik. Itt semmiféle másra nem szeretnék kitérni, mert ez bőven akkor a különbség, hogy el lehet helyezni, akármivel, ami működik. Na most bátran kiállhat az ember, mert egyértelmű, hogy pozitív dolog mellett állsz. Senki nem is vártasz, ahol tudsz, segítesz, ahol tudsz adni, akkor adj, ha van miből. Ugye, és mindenki tudja, hogy nem forintban mérik ezt, hanem egy jó szóval is lehet valakinek segíteni. Vagy egyszer megossza veled a gondját, baját, és
te mondasz valamit, mert több szem többet lát, nem ki azt csinálja, de gondolkodásra készítés segít. Na, ellen az alapelven történik maga a mozgás is. Nem ellene dolgozunk, hanem vele. Nem, itt megértettük azzal az ellenpéllel, aki nem gyakorolja ezt, hogy semmi értelme, hogy ilyen támadásra, mert saját maga lendületét is visszafordítjuk rá, és önmagával végül is küzd valójában semmiben. Most ez több éve gyakorlás kell azért, hogy tudjál alkalmazkodni, és felismerd a másik valós szándékát. Még az edzésen őszinte szándékkal gyakorlunk, de az életben kint, hogy mindenki elrejti a szándékát, innen jön mindig, meg onnan a baj, onnan nem várod, és ott ez egész más. De az edzésen őszinte támadások vannak, ami elvár utána egy őszinte szándékot, és így formálja az embert, hogy egy őszinte támadás mögött egy őszinte ember áll. És azt tudjuk fogadni, tehát egy kinyilatkoztatásra tudod kapcsolódni, egy elrejtett szándék, meg egy elrejtett gondolatot nem lát bele a másik fejében. Hát mondják, hogy a szem a lélek tükre, de mondja a mesterünk is, hogy nagyon fontos a szemkontaktus. De valamikor ezt csak poénnak mondom, boxoltam, és egy bandyos srác volt velem szemben, elég nehéz volt. És ott el is nevettem magam, különben is kaptam egyet közben, mert ugye ráléptem a fejében, és nem láttam, hogy hova lép. De attól függet a nagy általánosan, igenis fontos, akivel beszélünk, nézzünk rá, hogy és nem így, hanem eleve egy normál viselkedés, a morál, a szemkontaktus teremtünk. Tehát az Aikidónak a hogyan alakul ki energiák, és hogyan vándornak, és hogyan jönnek létre, önmagában az egész mozgás már egy légzés. Ott abban a ritmusban kell lenni, tátsz minden demonstrájban, amivel. De hogyan tudok kapcsolódni egy emberhez? Az AI szó azt jelenti, hogy harmónia, mondja a japán, és amit előbb mondtam, az Aikidóban nem csak a saját, hanem törekedni kell a világgal, valóban harmóniában elismerni a másságát, mert ő is más, én is más, amire születünk, nem tehetünk, de milyen emberi válunk, az már igen. Ez most beugrott, sem fejeztem a gondolatsort. Igen, a másik értelmezés, az AI szó a japánban a szerelem. A szerelem az, ahol nem gondolkozunk, nem akarunk, csak adunk. És a másik fél is így. Ez a tökéletes harmónia, mikor mind a kettő adni akar, és örömet okozni a másiknak akár minden területen, ugye, mert végül is összetartozik. Abszolút harmóniában van. Úgyhogy ezért nehéz gyakorolni az Aikidót, mert tulajdonképpen egy életformát. Ahogy belépsz, megváltozol, és a gondolkodásodnak is meg kell változni, mert különben nem vagy eredményes sem a gyakorlásban. Na most hát itt nem tudunk, tehát nem tudunk tanítani, hanem megpróbáljuk átadni az érzéseket és a tapasztalatokat. Én azt mondom, hogy én például, én tanulmányozom a harcművészetet, én nem tudom. Azt nem lehet tudni. Szóval ennek nincs vége, hogy befejeztem. Az megint más, hogy fokozatok vannak, az mások azt mondják, hogy mozdulj meg, megmondom ki van, ki vagy, és azt szerint megítéljük azt, hogy valójában te hol tartasz. De ennek sok-sok minden van. Tehát, ja, jelenleg, bocsánat, 6. danos vagyok Aikidóból, 7. danos vagyok Kenpóból, 4. danos vagyok Jiu-Jitsuból, az országban egyke vagyok, ebbe így összetettem. Amire még készülök, 69 éves vagyok, amire készülök, hogy meg fogom csinálni a 7. dant 2 év múlva, kint szeretném megcsinálni, az adományozás, de én akkor is ki szeretnék menni, és megmutatni, hogy én még mozgok. Úgyhogy valahogy így. És mondok egy érdekességet, hogy mennyire szellemi út az Aikidó, és természetesen a do az a technikákat és az egészségi miatt vannak a mozgások, hogy beszélgettem a mesteremmel, az Tamura Sensei volt, már elment, és mondtam neki, hogy honnan kapjuk az energiát, honnan jön az energia. És akkor megválaszolt, már 10 percet sétáljuk ott a Bécsi utcákat, ott volt kint egy kurzus. Hát mondom, nem vagyok perfekt, lehet, hogy az a probléma, és mondom, értette, vagy rosszul mondtam? Azt mondja, nem. Most jutott eszébe, hogy 40 évvel ezelőtt, mint hogy én feltettem ezt a kérdést,
Mit mondott neki az ő mestere, az alapító? Ehhez neki 40 évet kellett gyakorolni, tanítani, valamint átadni a tudását, ahol tart. És most, hogy megtettem a kérdést, most értettem meg. Tehát, és akkor azt mondtam, hogy meg ezt kérdeztem, hogy honnan jön az erő. És azt mondta, minél tisztában élsz, annál több energiát kapsz öntől. Ezt úgy kell értelmezni, hogyha van egy pohár, és abban van nem tiszta víz, és ha te kinyitsz, és te változni akarsz, akkor teret adsz annak, hogy a tiszta gondolatok és a pozitív gondolataid, és tisztában akarsz élni, akkor az a pohárban lévő, hogy folyik bele, ugye kinyomja, elmossa az előtte lévő dolgot. Tehát bárki, ha úgy gondolja, hogy ő erőt akar meríteni, vagy hogy akar élni, az abban a pillanatban azt mondja, hogy én segítek, ahol tudok, nem ártok. És nem veszik észre, ez a, aki másnak vernitás maga esik bele, csak ez már így nem konkrétan a lapát és a pölt kapcsolata, arról is lehetne beszélni, ugye, hogy hogy történik mechanikusan, fizika, stb. Hanem arról van szó, hogy amikor te valakinek ártani akarsz, és arra gondolsz, másképp veszed a levegőt, amikor észrevennéd. Ezáltal a belső szerveid másképp vannak oxigénnel leváltva. De ha valakinek jót akarsz, és amit tesz, megint másképp veszed a levegőt, és jobban áramlik az energia, hogy így mondjam benned, és jobban kapnak a belső szervek, mert ölen kapják az oxigén ellátást. Na valahogy így.